Csácsú, mi csőt ezt a csokoládé és traktorkerékedve csatornák kipari jelentkezik a következő csodált a SnowRunner-rel. A Vanilla SnowRunner-rel tovább folytatjuk a utunkat, visszaugrottam ezt a járművet, mert oda már nem volt kiút, ugye az utolsó rész, utolsó szekció, utolsó percelében megszereztük azt az upgrade-et. Én is úgy gondoltam, hogy akkor nézzük körül, hogy mit kellene még csinálni ebben a csodálatos részben, valószínűleg felfedezés lesz, még tudjátok mit kellene állokolni, vagy helikopter, szerintem azzal nagyon tudnék. Egyébként ez mi olyan, mint hogyha egy ilyen hegyre menne fel az út, nem? Ide fölé. Ho-ho-ho! De na várjátok! Egyébként kitaláltam egy csomó videót, hogy mit lehetne csinálni ebben a részben. Mármint komolyan. Mármint, hogy egy kicsit így ne legyen annyira monoton, mert a keeper azt szereti, hogyha érdekes dolgok vannak. Várj, itt a Chevroletem. Mit keres a Chevroletem itt? Nem tudok beleszállni. Miért nem tudok beleszállni? Várjál. Ez nem az én Chevroletem? Álljál már meg! Várjál, nézzük meg a truck storage-t. Itt a Chevroletemben a... izében. Hát hogyan lehet ez, gyerekek? Hogyan lehet ez? Nem, most raktam le. Akkor mi a túró? Van még egy Chevrolet? Van olyan, hogy még egy Chevrolet, meg még egy ugyanolyan dolog van a mapon. De várjál, meg gondolkodjál egy kicsit. Van egy ötletem. Nem store. Storage. Várjál már, a másik mapon maradt. Át tudom hozni a másik mapról ezt a izét? Elvileg át tudom hozni, ugye? Hogy van az? Global map. Ugye? Menjünk át Black Riverbe. Menjünk be oda, hol van az izé? Mindjárt meglátjátok, hogy mi mesterkedik a Keeper. Menjünk be ide. Fú, kitaláltam valami csodálatos dolgot, remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek. Nem tudom, hogy működni fog-e, de egy kicsit meg akarom fűszerezni a mai részt, egy csodálatos dolog. Jó van, oké. Na, mert lemegyünk Black Riverbe itt. Ezt a Flatstart szeretném fölvenni. Jó, újra Global Map. Menjünk át a Damhouse. Akkor csináljuk azt, hogy menjünk be a garázsunkba. Jó, mindjárt várjál már, jó lesz, ezt higgyétek el, élvezni fogjátok a dolgot. Királyodtam, hogy tudom kitolni meg fogjátok látni, ne aggódjatok. Miért mindig ezt nyomom? Na. A flat start le kellene locknom, leloktuk a flat start, és ki kéne hoznom a flat start. Oké, odébb járunk. Mert még hozok ki járművet, gyerekek, ne vicceljetek, hát kitaláltam egy olyan csodálatos dolgot. Oké, flat start. Ja. Oké, ó, bocsánat, előre is bocsánatot kérek, hogy néha esket nyomok a térkép miatt, mert azért nyomok egyébként esket a térkép miatt, mert ugye farming szimulátorban meg izé, abban meg azt kell nyomni. Oké, hozzunk ki még egy járművet. Leave garázs, oké, induljunk el. Change-eljük a járművet. Állj, ilyen messziről tudom change-elni? Tudom, oké. Funkciók. El kéne indítani a motort. Funkciók. Control evakuátor. Legalább azt kipróbál. Aha, ezt így le tudod csúsztatni. Az extend, az a V, az mi? Az ugyanaz. És A meg D, az a move. Ja, azt meg a csörlőt tudod mozgatni. Jó, ezt igazából ezt tök ki akarta próbálni, meg ilyeneket azért jó lenne kipróbálnunk, mert nem fogjuk tudni máskülönben, hogy működik. És most nyom a keeper egy change truckot. Igen, és akkor megpróbálunk följárni vele. Egy. Hogy? Nyomunk egy kéziféket. Nyomunk egy change truckot. Na, és akkor evakuátor vissza bizgedgyűzli a keeper. Ez mi az a pack truck and trailers? Aha, ja, le tudtam fogadni. Ez nagyon jó. Jó. Erre gondoltam, hogy így ki tudnám tolni a határaimat.
Gyakorlatilag kettő géppel tudnék egyszerre menni. Várjál, M, T, T, az útlépeket ki kell kapcsolnom, hamarosan megvadulok attól. Jó, gyerekek, és akkor már mehetünk is, ugye? Ja, mit kötel át a képerrel? De jó vagyunk. Ugye? Na, várjál, de valami cél is legyen. Valami cél is legyen. A cél az meg nem lesz más. Itt, ja, itt lehet Black River-be menni. A cél az nem lesz más, mint van itt egy upgrade. Egy darab upgrade van a mapon, meg mi ez a Chevy? Nem értem ezt a Chevy-t. Nekünk ugyanolyunk van. Akkor mi értelme van azt fel? Szabadítani! Szabadítani! Ja. Figyeljetek, menjünk el az upgrade fele. Hol vagyunk? El kéne menni ide. Itt végig. Nagyon fontos egyébként, hogy ezeket a márkokat jó helyre ragnánk, különben megvadulsz. Elmegyünk ide. Itt van izé, van benzinkút, itt bevegyünk. Látom, ott a Fuel Station, ne viccelj. Itt levegyünk ide. És elmegyünk az upgrade-ig. Oké. Okay. Először ágyles itt a apogra. Nyia. Nyia ponyémáj. Hát nem tudom, mennyire fog sikerülni, remélem, hogy nem így fogok elhalálozni itt. De az a baj, hogyha felborulok a Flistarral, nem Flistar, Flistarral, akkor meg az fog történni, hogy a... lehet, hogy a gépet nem tudom kiszabadítani, ugye? A felső. De hát majd mindjárt meglátjuk. Nyia. Kitöröm maga a határaimat, hogy felborulok az egyik gépbe, tudok menni a másikkal. Az anyahajó, a Flistar az anyahajó, gyerekek. Jaj! Jaj! Egyébként jött valami upgrade. Update, jött egy update a játékhoz. És az előbb, amikor elkezdtem volna felvételt készíteni, azért nincs egyébként rajta az, hogy visszaugratom az UAS-t, nevezzük UAS-nak, mivel fogta magát és kilépett a játék lecrash-elt. Hát remélem, hogy nem lesz semmi baj vele. De ugye, egyébként tök jó, hogy lehet fixálni a kocsikat a traileren, mert így azért tök jó cipelni. Ugye ez nem volt meg Spin Tires-ben, meg nem volt meg Mud Runner-ben, és állandóan az volt, hogy így lefcsúszkáltak, viszont ez egy baró jó cucc, akkor azt kell csinálni, hogy ide beálló. Igaz? Írtátok, hogy mindenképpen tankoljak mindig, ingyen van, ne szarakodjak vele, nincs semmi baj ebben, hogy megvan tankolva. Lehet, hogy az a pár... És ezeket meg jó lenne fölvenni, ugye? Ezeket jó lenne fölvenni, úgyhogy ezt ide betalatunk. Show. Ott mit mutat? Mit mutat a másik helyen? Figyeld el. Lehet, hogy valami... Mi van itt? Az valami... Mi az, hogy... Ide kell hoznom majd ide, gondolom. Azt a járművet, amelyiket ki kell menteni. Jó, oké. Okay. A kamera kezelése egyedül nem vagyok bajba, vagy jóba. Azzal tudnánk majd valamit kezdeni, hogy nem tudom, lehet-e állítani, de ilyen... nagyon furcsa tud lenni. Mi gyerekek, itt az jó nagy hegyek vannak. Oda le kell mennem? Azt bejegyár, gyerekek. Ha mi van itt, meg fogunk dögleni. Nem mondod, merre kell itt mennem? Lefele? Itt jobbra? Ujj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 
Aztán akkor szépen lecsurgunk. Itt kell lemennem? Ez komoly? Ezt én tényleg így gondoltam, hogy itt megyek le. Majd jó, fönn is akadtunk valamit. Ez egy karácsonyfán. Mi szar van? Itt ezt a követ hallott, rúgjuk ki onnan. Egyébként tényleg eltünteti a kühieket. Hát vannak bajok, úgy látok. Megtörtént az esemény. Nyia. Nyépa nyémagy, izé. Itt menjek én le, ezzel. Hát volt eszem, már megint elhoztam a legnagyobb gépet, ami létezik nekem. Ez komoly? Ez ma várjál már, meg kell nézni a manport. Valami nem stimmel. Itt, jaj nem az úton megyek, hanem ott le kellett volna fordulni. Már vagyunk, azt lehet, hogy úgy sincs itt. Nem baj, hát figyel. Kihívás van. Kipen nem szarral gurint. Jó lesz ez, figyel, nincsen egyet sérült a motor, gyerekek, egy picit izéja leugrott egy borda izéről, a vezérbütegeiről, vagy a szíról. Annyi történt. Ó, már megint. Jó, hát meredek el egy picit ezt. Lehet, hogy nem egy Fleet Star-ral kellett volna idegyűrni.
És te várjál, hogyan, miképp, mikor. Lehet, hogy le kellett volna venni a falatra, mi? Nem majd, menjünk az útor. Figyeljetek, lebillentjük a verbát, tudunk menni azzal is. A sebiver. Ja, és azért nem jövök a izébe, a tudod azzal a zuhazzal, mert ez, nekem az egy ilyen kicsit túl jó, túl egyszerű. Aj, ne, ez túl egyszerű. Neked, ojjjjjjjjjj, óvatosba. Hát, oda lekövennem? Köszönöm szépen. Aztán akkor az hogyan? Sose tudok Unionnal. De hogy is nem, kipör kevény, mint a vidia. Nem fékereszbe kére. Azt a betyár, megúsztuk, hallod? Kipör kevény, mint a vidia. Mint a bakaszor. Na, upgrade! Stoj! Nem megyünk bele a vízbe, egy kis csendélet itt, mindjárt kiszállunk, pisálunk egyet. Na. Nézzük meg, milyen trackokra jó. KC, de várjál, de nekem nem volt eddig. Pont erre jó dolog. Még ezt most nem fogjuk kideríteni. Nem volt eddig difizárunk rá? Sos lehet, a gyerekek. Megéríten, jár ki rá, Ari lefő. Várjál meg, rakjuk be lóba. És nyomjunk egy difizárat. Itt megpróbálunk fölmenni. Jó kis izé gumiainkkal. Várjál. Semmi gond. Uralom a helyzetet. Uralom a helyzetet, gyerek. Uralom. Nyugalom, uralom. Várjál, van egy ötletem. Ez nem jó az... Sajnos néha ez a csörlőzés, ez nem a legjobb helyekre. Őkör akar. Ez viszont nagy probléma, amikor beakadsz ugye egy fába, úgyhogy le kell innen mennem. Olyan, hogy kellene engedni. Bassz, baj van! Kipör bele, ugrott itt a jóba. Ennyi fölendületbe, testvére! Nem fogsz fel menni, jó? Arra ott bekötünk, most még itt nem rúgtam szét, alattam, ugye? Csak az a... Ja, jó, most jó helyre kötött, beszarsznak. Na, difizár, idején minden, húzzad neki, Sanyi. Miért nem húzza ki egyébként? Nagyon húzom. Eddig tartott a pályafutásunk? Lehet, hogy azt arra gondoltok ti is. Fát, ezt kidöghetném minden, nem löki ki. Hol tudnék felmenni másunk? Sehol semmi. Megkockáztas a sorért? Nem hiszem, hogy jobb lenne. Az igazság, egy lendületed vennék, talán jó lenne. Hát, hogy egy lendületet, egy lóba berakjuk, csak az a baj, lóba, meg olyan kicsi a sebességünk. Na már, ló, difizál, oké, adjál neki! Vagy fölfekszik, úgyhogy egy kicsit oldalazni kellene jobbra. Az nem jó, hogyha egy fölfekszik oldalt. Vagy a közepe, felhassal, úgyhogy oldalba kellene menni. A gyerekek, bajok nem kicsit, mi? Engedjük vissza. Ó! Jaj! Le kell vennem a gépet. Várjál itt a fa között. Két fa között. Még azt ott próbáljam meg, aztán elengedjük a dolgot, úgy látok. Itt a fa között Schreier. Fa között ott. Nem tudom, egy ilyen lendületből. Csak most meg beállunk ide, az jó lesz. Így gondolta a keeper. Egy ilyen lendületes fölmenetet. Csak most meg ugye megerett az eső, és tök jó. Na, figyelj! Az a baj, lendületesen nem tudod izével. Összkerék, vagy lóba, hanem akkor ilyen erőből tudsz menni. Hát itt. Állj!
Hát ezt becsúsztunk ide. Várja. Most már mindegy, elmegyünk erre, azt megnézzük, mi a szituáció itt. Valahol ki kell mennem, baza, nem akarom ezt a fleet start most feladni ilyen hamar. Hát. Várja, hatos. Diffizárn kikapcsol. Megesik az eső, mint az Isten nyila. Ne csináld! Na, most is réjjel. Most kellene kettes, úgy. Diffizár. Jó, hogy izére raktam billentyűre, gyorsan tudok nyomni ilyet. Már nem adjuk föl azért! Rohadt életbe. Azért. Nem adjuk föl. Jó, itt a pihenjünk meg egy kicsit. Azt a betyá... Nem érdekel! Nem akarom ilyet föladni, nagyon. Ott mit keres az a jármű? Hát ott nem hiszem, hogy föl tudnék menni. El kéne innen vánszorogni. Ide. Ide, itt lemenni. Abba gondolkodik a kifra átmenni, és valahogy följutni arra az útra, és akkor ezt kéne így megoldani. Erősen gondolkodok benne, hogy fáktól semmit nem látsz, teső. Erősen gondolkodok, hogy lóba hagyom. De most itt van út, ez neki, ezt nevezik itt útnak. Aha, jó van, oké, köszi. Tök jó, jó, nyugodt vagyok, semmi baj nincsen. Csak érted, itt bukod a járművet, mész a garázsba vissza, aztán jöhetsz újra. Mert miért ne? Élvezd ki. Azt hiszem ugye hardmode-ban nem is tudsz visszaugratni a garázsba, tehát kint vannak a járművei, akkor ott dög lesz meg. Konkrétan. Jöhetsz a másik járművel menteni, akkor vézzel. Azt hiszem nem lehet garázsba ugratni, ugye? Jól emlékszem arra. Jó, hát ez ilyen diffizár összkerékkel megyünk a Fleetstarral a tökig érős árba. Figyeljetek, van egy második esély, ugye, hozzuk magunkkal, és szerintem az egy... Jaj... Dezső, mit csinálsz? Dezső Bence. Hát itt lehet, hogy véget is ért a pályafutással kipörnek. Várjál? Nem ér el, sehol? Hű, gyerekek. Ezt ide behasolt. Jó, de tudtál volna kötni? Miért nem kötsz? Bazza. Igaz, hogy nem a legbarátibb, de valaminél jobb lesz. Úgyhogy talán meg tudja egy kicsit bejelenteni az elejét. Írja már, hogy recoverizzek, mert baj van, mi? Mi csináltál? Nyomjad neki Fleetstart, tudsz te? Úgy örülök neki, hogy ilyennek. Ahol elindulsz ebbe a játékba, hogy megindulsz a sárból, azt happy vagy. Röszkerék, diffizár, minden lóba gyerekek, oké? Okay? Igaz, hogy úgy eszik ilyenkor gondolom, mint a gatyámat. Remélem, hogy még arcsapka van itt a üzemanyagon. Na, fölfelé. Meg milyen izé hupolagos, nézd már meg, érted? Utcai gubika vagyunk, csak úgy szólok. Nem én ne. Visszük a sebit, öcsém. Nyomjad neki. Mi van? Mi a zsár, more? Nem akarom. Most mi beálltunk bele? Itt egy fa előttünk. De jó. Kösz. Várjál. Csörlő. És ide kötött tényleg előre? Ott tök jó volt. Tényleg. Ez a vincselés, az jó volt az autómat a vincselés. Nem tudom mire. Itt van egy fa alattam szerintem. Egy fa előttem. És ebben úgy meg akart oda nézni. Tesó! Ne vadítsad meg a keepert! Tolassunk hátra. Akkor mégiscsak ha be kell menni a nagy sárba, direkt ki van itt találva. Akkor kettest nyomunk. Meg egy diffizárat. Hát a csőm, ha ezen átmegy az a Fleetstar, akkor itt benyalok neked isztéren. Ja, meg is történt az esemény, amit látom. Nincs connected. Húzzuk. Valamiben belekötöttünk. Sárba belekötünk szerintem mindjárt. Belefagyunk ebbe a sárba. Hallod, ez azért kemény, amikor mit tudom én így... Nem tudom, platóig ér a sármi. Hallod, itt ez meg vagyunk szivadó, ugye?
Jól látom a helyzetet? Helyzetünket? Hallod, itt hogy mész át egyáltalán? Bele vannak borulva ezek a fák, az a nagy bajá. De miért oda kötsz, öcsém? Komolyan mondom. Nem jó helyre köt ez a bök. Oda kössi, tesó. Arra húzzuk mindenkit. Na tudod, ezt akkor nem a sziklának húzod neki. És igen, itt van megint egy fa, amit nem fogunk tudni átkelni. Mondjuk a dudát erősen nyomogatom, azt hátra. Szerintem a durátból azt akarják helyettesíteni, hogy kiszállsz, azt odébb dugod a dolgokat, nem? Valamis én így értelmezném. Jó, hát árvergődünk ezen a nort életbe. Megint több szar helyre vincsöl. Igen, oda. Perezbe meghúzzuk kicsit. Hát ezen a fának jó lenne volna nem neki húzni. Jó, rád ment rajt. Öcsém, gyerekek, mi jöttünk át? Hát, jó, hogy voltak fák. Ugye csak gondolom lesznek majd olyan szitu játszik, ahol marhára nincsen fa, és akkor cseszheted, de már megint nyomjunk egy gét. Aha, a kisebb fákat így ki tudod magad alól csettinteni. Amelyik jó, ami jó dolog. Ez tényleg szerintem azt akarja helyettesíteni, hogy ki tudsz szállni a járművel, és ugye valóságban is ilyen kisebb fákat, ugye, meg ilyen köveket el tudnánk borítani onnan. Ez tényleg ez arra van, és ez tök jó, ez egy jó megoldás. Gyerekek, közkerék difizár van, úgyhogy kéne mennünk, de nem megy. Úgyhogy ez alig várom, hogy átérjek. Az egy bokor? Lesz értelme abban kapaszkodni? Nem. Kikötöttem egy ilyen kis izéhez, ilyen kis szarhoz. Ne, mennyi már, more! Jó, nyugod vagyok. De nézd, nehogy jól érzed magad, a sár végén egy ilyen akkora lyuk, mint az... Elférne benne bazzel az idősebbi. Jó! Túl vagyunk ezen is, a nehezén, a francok, na várjunk, nyomjunk egy időt. Automatist. Az automatist is tud jó lenni, hogyha... Ugye... Ügyöcsém. Ez még jó, csak egyet durrantott belénk. Elég jó bírja, egyébként ez a Flitstar, ennek ilyen nagyon jó a durability-je. Na, itt szerintem egy ilyen... Dinamikus áthaladást próbáljuk meg, szerintem ez nagy lesz az a sár. Fiú. Hát a dinamikus áthaladás nem sikerült. Próbáljuk meg a másik fajtát. Na erről beszéltem, hogy itt szerintem itt a vége a pályafutásunknak, olyan szempontból mondom, hogy ugye nincsen csörlődési pont. És ez egy ilyen tipikus megszívottlag ember stílus. Jó, semmi gond gyerekek, most életbe lép az evakuátor. Oké? Figyeljetek, szerintem ilyen simán le tudok ugratni, nem? Úgyhogy. Igen, a diffizár ugye ez még nem volt, úgyhogy ezt meg is szereztük, ami nem lesz rossz. Nagy gyerekek, tök jó. Azon gondolkozok, hogy tényleg ezen lehet, hogy a izébe kéne menni. Ilyen dinamikusan. Azt mi a f... Most őszintén mi ez, gyerekek? Hallod? Mi ez az átkerülés? Hallod? Így beleesik a sárba konkrétan. A diffizár az nagyon kéne. De már nem megyünk vissza. Hát ez meg itt... Szevasz, Flitstar! Köszönöm szépen a segítséget. Nem, egyszerűen nem tudod, hogy itt hol érdemes menni. De szerintem úgy kb. Sehol. Jó, egy kicsit kijönnénk a sárból, akkor kapcsolnék egy magasabb fokozatot. Úgy, na. Mennyi, olyan süppedős. De talán, hogyha kicsit gyorsabban megyek. Oké. Jó, oké, ez van. Mi a... Jaj, de jó. Jó, megvan. Oké, és akkor itt, mint akartunk valahol fölmenni, ugye? Vagy mi? Nem, elmenni arra. Jó, menjünk arra. Gyerekek, vannak bajok. Ja, a sevier nem mentem el, volt itt még egy sevier. Egyébként lehet, hogy jó felszerelt, ugye? Az is lehet, hogy mindenki a lapon kapod meg a járműveket. Ezt nem tudja, hogy
Várj, meg kéne nézni a mapra közben, nagy okos vagy, megyek rendezőrült. Ja, nem is kell fölmennem, jó van, mert itt izé van egy kereszteződés, és akkor majd itt megnézzük, hogy mi lesz a szitó, oké? Okay? Üzemanyagot egyébként hozhatnék ilyen utakra, azt akkor talán nem, amit szívnék. Nem tudom, nem érdemes bemenni itt az erdőben, nézve, még milyen sár van. Akkor talán nem lehet, nem a sárba kipróbnék végig. Itt is a csém mi van. A baj, annyira bele tudsz állni ebbe a sárba, meg kell próbálni kerülni, hogy ne a szélén menni, vagy a, akármit is ki kell találni, mert ebbe hadd ne menjek bele. Jaj, ne menj bele, ne menj bele! Úgy mi, jaj. Úgy, ez jó volt egyébként, hogy itt kerültünk. Itt egy farm csinálom. Na, itt van a fölfele vezető út. Nem tudom, hogy hát... Azon gondolkodom, itt föl tudnék-e menni, nem? Hú, az lehet, hogy egy kicsit meredek lesz. Na mindegy, vagy pedig, megnézhetném, itt láttam ezt a pontot. Addig elmegyünk, azt megnézzük, föl tudunk-e menni. Hát nem biztos, nem tudom, mindjárt kiderül, jó? De jó, hát ez a felfedezésnek az öröme. Michigan. Jaj, de süt a nap, jaj, de nagyon süt. Na hát, ez milyen meredek? Ez egy hegy oldal? Ja? Jó, akkor megtörtént megint a hülyeség. És igazából gondolom vágjátok, hogy azért igaz-e. Meg kéne valahogy próbálni, nem? Hát ez mondjuk ezért nem köfe menni. Úgyhogy egy kicsit tovább megyünk az úton. Ezen az útnak nevezhető valamin, és talán lankásabb már ez a része majd. De itt valahol bevágódok. Balra. Látod? A Easy Freestyle az háromszor ekkorát ütődött, aztán egyet sérült. Na! Gyerekek, ez itt lankás. Lankásabb, ez a hegy oldal. Igen. Ez meg is lesz ez a... Meg is lesz ez a csoda. Watch the over the skewer head. Vagy opened, ja. Ember nyomja! Nézzük itt len, nincsen semmi. Az mi? Az ott egy autó. Ezt egyébként átülökbe be tudom ugratni a garázsba, vagy mit kövele csinálnom? Arra nagyon kíváncsi. Itt az út, Island Lake felé. Ez, ja, ez meg az én gépem. Mert ugye ebben még nem tudsz beülni, gondolom, addig, amíg föl nem fölözöd. Hát akkor föl kell fölözni a gyerekek. De mondjuk az aztán benne a sárban sem. Az valami kamionszerű. Egyébként meg tudom nézni. Ugye a boltba. Na hát. Minek az a képer? Jó lenne egyébként. Nem, az a baj, nincs sehol üzemanyag. És ebben nem olyan túl sok van. Úgyhogy lehet, hogy azt kellene kiszabadítani onnan, nem? Egy ilyen nagyon vadul? Nagyon vadba nyomjuk? Valahol lemenni. Hát a csém, ha oda el tudok menni, az csoda lesz. Viszont vannak fák csörlőzésre. Hát meg kéne nézni, egy járművet maximum eladnánk. Ha? Na, adjunk neki, gyerekek. Igen, közben ugye új objektek vannak. Objektíves, vagy az hogy ejtik? Mindig itten égek, hogy nem tudom, hogy kell kiejteni. Ja, erre meg mondjuk a diffizár meg lenne, szerintem akkor tök fizé lenne, tök pro lenne már. Ha mi van itt? Kerítés! Itt nekem kerítés, nesze. Ez mi? Küldetése? Visszagyűvünk? Ezt fölvesszük? Ez valami izé, valami olyan, hogy valami triál verseny, és ilyen zászlókat kell érni. Gyakorlatilag egy izé, gyakorlatilag valami offroad versenyre a fölhívásos dolog. Ez tök jó. Tök vicces. Ilyen van, de most merre kell mennünk? Volka olyan? Kamion, itt kell átmennünk? Hát figyeljél! Hát a keeper nem beszari gyerek. Úgyhogy biztos nem lesz meredek.
Gondolom én. Aha, innen aztán belátod a helyzetet egy csép. Hol van benne a track? Ott van benne a track. Jó, itt lecsúrgunk. Hopp, hopp, hopp. Ne, ezzel nem szabad ütközni, mert egyébként ez nem bírja. Lehet, hogy ilyen rizai, ilyen front bumpert, vagy mi a, ilyen ütközőt, ezt kellene csinálni rá. Jó, fölborulástól annyira nem tartok. Tök jó egyébként, jó meg van csinálva ez a gép. Hát ha lesz rajta egy diffizár, aztán akkor nagyon fogja adni. Hát maze, itt hogy megyek be, öcsém? Nagyon top tics kell. Ó, ez nagyon mély a víz. Itt az lesz a legnagyobb baj, úgy látom. Majd meg kéne egy kicsit nézni másfelé is. Jó, majd nem látod be az egészet. Meg a náros van itt, meg már ugye mélyül. Várj, ide itt kikukkantunk. Aha! Hát valószínű, hogy a náda, ahol kilóg a fű, ott nem olyan mély, ugye? Szerintem. Ugye hülye voltam, már megint nem raktam rá felső szivót. Várjál. Ajaj, hát ez nem nagyon akar rám menni. Valahogy elkérek. Ja, azt a betyár, most ez komoly. Húzzuk ki magunkat gyorsan. Öcsém, ez nem a legbarátibb. Ez nem a legbarátibb, gyerekek. Hát ez hogy fogok oda én bejutni? És ez komolyan. Ott vannak végig fák, esetleg ott bároznak, nem tudom, kiborulnak-e. Nem tudom, aludjunk egyet, mert ide van szerintem, rohadt. Rohadt. 20, reggel 6, oké. Okay. És még mindig esik az eső természetesen. Nem, hogy jól érez magad, végig a fák mentén, ugye tudnék csörlőzni. Sőt, itt talán nem is olyan mély. Hát de azért mély. Oké. Okay. Jó, itt végig a fák mentén. Az a lényeg, érjük el. Gondolom, akkor az már nekünk jó lesz. Dobtam egy csörlőt. Megpróbálunk elvenni erre jobbra. Oké. Okay. És akkor ez így, meg hozzáérek, akkor már enyém. Nem értek. Aha, jó, és akkor így gyakorlatilag vissza tudom ugratni. Ah, de nagyon jó, azért nagyon izzé, nagyon retro amcsi cucc. Jó, ugye akkor ezt már tudom recoverálni. Oda nézz egy testvérem, hát ez nagyon-nagyon epic. Az ilyen tipikus nyerges, de gondolom azért lehet elrakni izzét. Nézzük meg, mi van hozzá, hát hogyha van hozzá a dolgom. Oda nézz meg, be hozzá a legjobb motorom, vagy sem. Van hozzá a legjobb motorom. Nézzük a többi dolgot, mert addig igazából nem érdemes megvenni. Az a baj, hogy ennek nincsen, látom, hogy nincs is emelt izéje. Hát, ja, nincs is emelt lengéscsillapítója, vincs az, semmi. Snooker, ez van, oda jó, fölülre jó bírja, de hát figyeljetek, ez nekem nem jó. Érzem, hogy ez nekem nem jó, ugye? Ez nem jó. Ez nem jó, gyerekek. Ez már nincsen összkelék, nincsen diffizár. Hát, szerintem ezt el kell adni, nem? Nem gondoljátok, hogy igazából ebből tudnék vásárnyi? Vásárnyi? Eladjuk, nem? Várjál, hogy kell adnom? Szár. És akkor már van 95%-unk, és mondtátok ezt a... Meg is nézem most. Mondtatok egy jó gép, vagy egy olyan gépet, aminek az a neve, hogy... Paystar, hogy azt nagyon érdemes megvenni. Hol vagy az? Mit csináltam? Én már átváltottam, hülye voltam, bocs.
Hát lehet, ami a P-Star. 82 ezerbe kerül, kapcsolható diffuser, kapcsolható összkerék. Mi szerint nem? Na nézzük. Most ezt így kell, meg el sem tudom nézni, így tudom megvenni, ugye? Hát figyeljetek, ezt nagyon mondtátok, hogy vegyem meg. Úgyhogy megveszem, oké? Ez így jó nagy dög, bazza. Arra, hogy nem lehet forgatni, mindig forgatni akarom, huszkodom itt az egeren. És nézzük meg, hogy nincsen valami hozzá már. Bazza, ez nincs is nagyobb motor. Suspension egyébként lesz hozzá rájzat. Úgyhogy ez jó. Van hozzá, izé, 4900-ért. Ilyen mindenféle terepen, ilyen univerzális. Nincs, jó, nincs hozzá. Diff, ne, van hozzá egyébként. Van hozzá pótkerék. Ezt vegyük már meg. Snookert vegyük már meg. Ezt most már tudja a keeper, hogy ezek jó dolgok. Mit akartam még? Igen, a jó kereket, ezt. És akkor el is vertünk egy csomó pénzre, viszont szerintem ez már itt tök jó lesz. Frame addonsra valamit kellene. Valami jó cuccot, és megmondom a frankót, hogy én mit szeretnék venni rá, ugye meg fogjátok látni. Hol a szarban van az? A útómentőt nem tudok felrakni erre? Vagy én vagyok a vak? Nincs rá. Ű, baze. Ez lesz az. De jó. Várj, és viszont egy ilyen is jó lenne. Mert akkor ilyen a világból kimennék, érted? Ezt megtankolnám. Ugye csak ott van, hogy 4-es szinten lehet unlockolni. Nézzem azokat, hogy mit érdemes ilyenkor. Ez jó, mert ez ilyen javító cuccot is visz, kerekeket is, meg üzemanyag tankot is. Nagyon kipróbálnám. Jó, hát menjünk vele egy kört, vagy nem tudom. Vigyünk vele, megvegyük ezt. Mennyibe kell? 5300-ba kerül. De viszont ez egy ilyen nagyon jó service cucc, ugye? Ezzel, hogyha összetöröm magam, akkor tudok venni. De jó van, egyenlőre akkor vegyünk olyan. Amit már megveszel, akkor gyakorlatilag azt ingyen megkapod erre a gépre is. Na ugye itt van egy flatbedünk. Ja nem, az akkor gyakorlatilag átrakható egy másik járműre. Értem, mert hogyha éppen nincs azon a járműben. Értem. Viszont lehet, hogy azért nem tudom felrakni ide azt a lecsukódós rampást, mert na figyelj! Aha. Diffuser, összkerék, tök jó. De írtátok, hogy ez tök jó fajta, úgyhogy nagyon kíváncsiak leszünk. Viszont ez gyors, mint az istennyira. 240 literes tank, tök jó. Várjál be. Mindjárt. Nézzünk körül. Itt vagyunk ezzel viszont. És én szerintem csinálunk egy olyat, egy ilyen rush-szerűt, hogy végig rassolunk ezen az útvonalon. Így, és akkor nem tudom, itt szerintem van egy ilyen nagyon meredek rész, és akkor fogom fölmenni arra. Egy ilyen rust, oké? Okay? Egy ilyen vadállatú módon közlekedést. Nem is tudom a flatbedet, minek raktam rá. Mindig az van bennem, hogy valami súlya legyen rajta, hogy ne teljesen könnyűek vagyunk. Oké. Okay. Ugye ez is kellene állapolni dolgokat. Hubba, itt ilyen izé jó van. Útlezárás. És ez minket meg fog gátolni benne, hogy tovább menjen. Hey, arra se vegyemek. Nehogy már meggátoljon. Hát már kipróbáljuk a terepjáró képességeit, így majdnem stock állapot be ennek a gépnek. Tényleg azt írtátok, hogy ez jó. Egyébként tök jó, mert rövid a has alatt lévő tengelytávon, aminek köszönhetően szerintem kevésbé fog fölfeküdni, és most nincs diffuser bekapcsolva. Jaj. Nincs diffuser bekapcsolva, úgy próbálok vele közlekedni. Elég vadul, így nem nézek se Isten, se embert. És azért a köveken tök jó el vickél.
Azért pedig ez nem kis pályaterep, azt a betyárt. Gyerekek, köszi, ez a playstar, ez valóban nem szarragúr itt, töcső. Jó, azért oda vártam kell időnek. Kerekeknek. Na ezért lett volna jó a szerelő cuccot elhozni. De hát figyelj, szerintem... ja, a lengés csillapítónak csaptam erre egy kicsit. De szerintem ennyi az nem nagyon kortyan meg neki. Bár lehet, hogy ugye folyamatosan csökken a működése, és már rosszabbak a menet tulajdonságaink emiatt. De hogy meglátjuk. Várjátok, hol vagyok? Már most ugye kikerültünk időt. Checkpointot, úgyhogy újra kellene tervezni. Oké, gyerekek. Megpróbálunk egy ilyet. Nem tudom, mennyire fog sikerülni. De olyan rossz, hogy nem mutatja, hogy merre van a következő checkpoint szembalra, de ugye mutathatná egyből, és akkor nem kéne. Egyből úgy terveznél, úgy tekernél a kormány, nagy gázzal, meg minden. Oké, nyomjuk neki. Összkerék be van kapcsolva, hát elég sokat teszik, viszont jó nagy tankunk van. Gyerekek, ez megy, van, esküszöm, ez jó. Ó, ez nagyon, ez jó. Ez egy jó gép. Mindjárt lesz tesztelve, megyünk fel a hegyre. Egyébként tök durva, hogy vizesedik a gépnek a platója. És ez annyira baromi jól lesz ki. Ahogy esik az eső. Most kocka. Itt merre? Egyenesbe, ott a gát. Figyelj, ilyen összkereked, ilyenkor kikapcsolom, mert elvileg akkor jóval kevesebbet teszik, ugye? 6-9. Ez kerékbe 7-5. Hát persze, aszfalton nem közkerekezzük már. Első kerék hajtás, milyen szalmat ilyenkor? Kézifékkel betegyem a kanyarba? Ja. Nem egy nagy dinamikával van megáldva ez a gép, de az összkerék szerint, vagy a kézifék azért használt neki. International. Ja, írtátok egyébként, hogy nem minden jármű van. Licenszerben néhány jármű, igen, néhány meg nem. És azért kapnak ilyen fantázia neveket. Gyerekek, oda köföl mennem arra egyre? Az lehet, hogy erős lesz. Ez milyen ez? Mi van itt? Mi az, milyen szar van itt? Valami leborult szivar vége van. Itt már megint a híd. Hídépítés van. Oké, semmi gond. Megpróbáljuk kikerülni? Jó lesz ez nekem? Várjátok, csináljunk egy olyat, hogy kettes, diffizár, összkerék, adjál neki. Na most azért meg fog mutatkozni, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem. Beletettük azt a betyár! Én azt hittem, hogy itt instant akadunk el, oda nézni. Ne szórakozzál, hogy lassítás nélkül át fogunk menni itt. Szóval megvan az egyik kedvenc járművem most. Most hasaltunk föl. Most fölhasaltunk. Jó, hogy lehet vincselni. Nagyon mazdi. Oké. El is engedhetjük. Ja, ez egy jó cucc, gyerekek. Menjünk fölfele, szabadítjuk föl a kilátót. És a DNC-s járműveket jó, kipróbáltam. Ugye az UAS-t, viszont nyomjunk egy hatost. Nem kell nekünk ide diffizár, sőt, összkerék se kell, kapcsoljuk ki. Igen, tudom, hogy kikapcsoltam. És mi van itt? Ez miért van megjelölve itt? Van egy izé. Task, megint járműmentés. Egyébként szerintem ezzel tudnék már járműveket menteni. Ugye? Jól gondolom? Igen, és akkor... Mertünk tovább ezen az úton végig igazából. Hát, valahol ide. Unlucky Fisherman. Ha izé, valami szerencsétlen horgász. Valószínűleg, hogy gondolom, valahol beállt a járművével. Elment horgászni, és azt kell kimenteni. Egyébként minden egyéhez van még egy ilyen kis sztori is körítve. Hát, nem tudom, hány évig készült ez a játék, de öcsém, mindig meglepődök, hogy mennyi munkát belefetszeltek. De rengeteg küldetés, meg mindegyikhez, hogy egy ilyen kisebb sztorit kitaláltak, meg valami kőfejtő, vagy bánya, vagy mi a szar van. Meg hát ezek a rengeteg map, na várjál, mindjárt ránézek a mapra, érdemes megnézni, mert azért, aha,
Hát, hogy melyiken lehet menni föl, az most nagy kérdés. Én megmondom őszintén, inkább a bal oldalig mennék, mert az ilyen jobbnak tűnik egyelőre. Ez ilyen nagyon meredek. Hát, az a Frost tudja, gyerekek. Ja, menjünk erre, azt a meglássuk, jó? Ennek a hegynek a tetejére 471 méterre van, még az nagyon sok, szóval ilyen torony iránt itt még nem érdemes nekiállni, levágni. Összkerék, diffi nélkül, minden nélkül. Sajnos mentési rendszer elég furcsa, ugye egy ilyen időközönkénti mentési rendszer, aztán nem is lehet talán menteni. Mi azért meg tudja nehezíteni a dolgot, mert most például, hogy kilép akkor a játék, amikor te nem akarod, akkor most mi történik, mit csinálsz? Most nem tudom, távolodunk szerintem a checkpointomtól. Hát nem. És ez fölfog, ah, ez jó, ez az út, ez valószínűleg föl fogod a kagyarodni. Na ott látni már, hogy visszafordul. Szerpentines csoda dolog. Egyébként összkerék diffi nélkül szépen elkettyegünk, még mindig van egy csomó üzemanyagunk, kb. 90-80-90%. Az igen! Ez majdnem sikerült ezt izére beborítanom ide. Azért lehet, hogy most rajtunk lehet volna egy ilyen magasabb felépítmény, itt instant borulunk. Ez nem volt jó. Egyébként mindenhol ilyen kőoblásunk. Most értem én, hogy árvíz volt, de... Attól lehet ugye mondjuk fölcsúszamlás, kőoblás. Oda néz, tesó, oda fölmenni. Még jó, hogy nem kezdte a átlóba egy fölmászni. Vannak ilyen szakadékok közben. Na, induljunk. Jó, hát én úgy érzem, ezzel a járművel egyébként tök jó el leszek. Egyelőre. Ezzel talán ugye meg is tudnám csinálni az első michigani pályának a küldetéseit. Talán. De már mondjuk ezeken a Michiganben érdemes lenne összeszedni az upgrade-eket, nem? Van egy trailer. Erre a 4-es lettünk. Tök jó, mert így folyamatosan növekedik ugye a rankunk, és elérhetünk különböző dolgokat. Várja, meg kell nézni, megint hol a szarba vagyunk. Aha, ez visszafordul, jó vagy. Öcsém, hát ez ide följutni? Köszönöm szépen. Lehetne egy ilyen sleep-es számláló, mint a Farming Simulatorban mutatná, hogy mennyire csúszik a kerék. Aztán akkor, hogyha olyan helyre érsz, akkor tudnád, mikor kell diffuzárat, összkereket kapcsolni, ezt tökéletesen. Jönnek borúva a fák, minden. Ja, ez jó lesz ez a Paystar. Ezt megtartjuk magunknak. Hát igazából ti javasoltátok. De jót, jót javasoltatok. Jöhetnek folyamatosan ám az ötletek, kommentek, bármi. Mit érdemes, hogy érdemes? Ennek a belsejét meg sem néztem még a képre. Nézzük már. Imádom egyébként, hogy milyen szépen kidolgozottuk, gyönyörűek ezek. És az összes műszer frankon működik, ahogy kell. Hát itt van valami fölcsúszomás, sem. Ja, innen csúsztak le a kühiek oda alulra, amelyik ott eltorzva szólja. A mapok dizájnja tökéletes, eddig még. Már jó, nagyon kíváncsi vagyok a következő pályákra. Ja, a Bardika írta, hogy izébe akarok képmenni ilyen Hawaii rövid gatyába, ilyen olyan helyeken, ahol tengerpart van, meg pálmafa. Hát de akkor is tök jó lenne ilyen izé map is, hogy nem csak ilyen sáros, hanem ilyen homokos, meg mit tudom én, Dubajba szállítani a fát, meg a cuccokat. Ott is ugye van azért, mit tudom, meg lehetne oldani, hogy legyenek sáros részek, mit tudom én. Ilyen tengerparti részen el kell menni, és akkor süpped ott az iszap, meg minden. Úgyhogy lehetne ott is, ilyen helyeken is lehetne, ilyen trópusi környezetben is lehetne átültetni. A trópusi környezetben miért kerüljük el? Na ugye például lehetne ilyen őserdő környék, az is tök frankó lenne. Nem mindig ilyen iszap. Mindig ilyen iszapba gondolkodunk. Jó, mondjuk SnowRunnernek hívják a játékot, akkor azért... Legyen benne ilyen havas dolog, de... Most kapcsoltam egy összkereket, csak már méne. A gyerekek ide fölmenni, hallod ezt, aki kitalálta, öcsém? Miket röhögnek a készítők itt, hallod? A gyerek, szenvedjél mennyi, és a végén még lesz egy nagy sár, meg izé, meg fölbrúsz, meg akármi. Hát
Szerintem tényleg itt ezeknek arról szólt itt a móka, hogy minél jobban szívassa meg minket. Összkereket kikapcsoltak, kipör. Fölösleges, így is 8-8-et teszik, összkerékkel meg 8-7-et, meg 7-3-at, hát valamennyivel kevesebbet teszik, úgyhogy mindenképp érdemes kikapcsolni olyan helyeken. Még hogyha nem is olyan sokkal kevesebbet teszik, de ja, valahol azért több litert is. Na, skacok, akkor meg kell nézni. Azt a betyárulista itt már megy tovább, úgyhogy mindenképp azt kell csinálni, hogy itt föl kéne valahol vágtatnunk. Hát lehet, hogy itt ahol pont állok. Ő, te fiú, vagy ott egy kicsit odév. Ja, meg hogyha ilyen sziklán ház, vagy valami objektumcseknél, akkor itt fölcsapja. Hát lehet, hogy itt kér. Akkor felcsapja a kamerát, ez is egy kicsit zavaró. A kamera kezelés nekem az, ami ilyen... Aki lesz sarkernek a játéknak. De mi az az öt fotott a izé? Platón. Valami festékes hordónak a maradványai, de jó. Nyomunk egy kettest, egy izét, egy diffizára. Szerintem csak föl tudok menni. Ja, összkereket nem nyomtam, mondom, miért nem forog az első kerékkel? Jó, hát meg kell próbálnunk felmászni itt. Mondjuk ide... Jó, kemény gép kell, mi? De izé szoktam... Mi az? Husky feliratban az izére, platóra rávésbe. Ilyen izé, ilyen krétával oda van írva, hogy Husky. Jó, de most nem csak arra figyeljük, csak most pont nem látni, mert árnyékban van. Hát itt a bal sarkán. Egy Husky feliratú. Hát itt ilyen gyalogúton jövök föl konkrétan. Mert ez úttak nem nevezhető. Ott majdnem felborultunk. Ott a Husky felülete. Viszont ez a gép ez azért adja. Ilyen alapjáraton felketyegünk itt a pusba. Aj, ez jó féle. Oké, nézzünk erről! Ó, nem azt nyomjuk. Trailer, raktár. Következő helyre át tudsz menni, upgrade, kettő darab upgrade. Hí, more, kettő darab upgrade, gyerekek. Azt a betyár, úristen, itt valahogy de jó lenne leszankázni valami extrém gyorsan, mi? Egyébként nem lehetne megoldani? Igaz-e? Extrém gyors leszankázás, na megint jön a hülyeség. De nem hülyeség, az a baj, hogy na. Itt föl kéne menni a hegyaromra. És valahogy így. Föl a hegyoromra, és valahogy... Hogy forgattam a kamerát? Nem így. Ja, jobb gomba, jó. Úristen, ez egy lehet, hogy mererek lesz. Valahogy így. Szerintem ez így működhet. És akkor le tudnék menni a kettő upgrade-et összekapni. Itt elmenni erre, itt fölmenni ide. Fölmenni ide. Erre, 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 itt le valahogy leaktatni, megint a hegyen, mondjuk visszafele, és akkor itt a bán. Ez a két upgrade-et össze kéne kapnom, kettőt, három upgrade van, valahol van még egy. Ott egy, ó, és ott egy, úristen, azt nem is láttuk. Viszont az ott van a izéné. Én nagyon király vagyok, nem bírom ki, hogy ne toljam, nem bírom ki, ne haragudjatok. Lehet, hogy azt mondjátok, hosszú videó, tökötök ki van, de valahogy a keeper itt... Na, hát mondjuk itt is végigmenni, azért ez meg gratulálok neked, hogyha ezt megcsinálod, ugye? Hát, figyelj, most mit veszítünk vele? Max összetörjük magunkat, azt megyünk vissza a garázsba. De hát ez egy rohadt játék, és egy rohadt izgalmas dolgokat csinálunk, akkor szuper. Hát ez egyébként barom meregnek lesz, arra már készüljetek, hogy itt lehet, hogy itt végünk van. Az a baj, ezzel nincsen olyan csörlő, ugye, amivel fel tudod állítani, meg azt hiszem ilyen gépekre nem is lehet, csak scoutokra. Jó. Hát marad ez a lóba közlekedés. Jajajajajajajaj. Van egy baj, hogyha
ilyen nagyon féloldalvás, nagyon akkor körülményesen könnyen burulható. Egyébként elég borulék vagy a gépecske. Ja, hogyha borulsz, akkor arra kell kormányozni, azt úgy, hogy mindenki vágja szerintem. Viszont jó lett volna helyarmon menni végig. Ugye itt már manuális váltó az egyértelmű, nem... Ne! Na, most a mazlingon felállok meg, különben más nem tudok csinálni. Azt a rohadt életbe. Azt a rohadt életbe, vaze! Jaj, gyerekek! Hát alul én nem is bírtam megszólalni, hogy mi a franc történik velem. Dick. Lengés csillapító kapott, meg a izé kapott, a motor kapott. Jó, semmi gond, gyerekek. Hát várjál, álljál meg, nyomunk. Hallod, ilyen hegyeken jövök lefele. Mondom, meg nyomok egy kéziféket, hogy álljuk meg erre. Állj már meg, barátod, léci! Ne! Állj már meg! Végre. Kell nézni egy térképet. Nem, hogy jó vagyunk szerint. Nem annyira, mi? Itt végig kéne usonni még, amerre meg van jelölve konkrétan. Hát az nem biztos, hogy megint menni fog, mert az a baj, hogy nagyon az oldaldőlés. Figyelj, fák között. Oda nézzél. Látok egy lyukat. Jaj, várjál, és hogyha itt a fák között megyek, akkor hova jutok? Ha, ez lehet, hogy jó lesz. Hosszan ide, oké. Okay. Az a baj, ezt a izét, itt van egy ekkora nagy szar előttem. Valahogy így, valahogy megpróbálunk lejutni, oké? Okay? Oké, okay, hát mit mondhatnátok? Na, próbáljunk meg följebb egy picit. Az a baj, egyébként nagyon barulék, hogy ez a gép. Hát ő ilyen helyen, hogy így megmondja, hogy hát az a baj, kicsit barulék, hogy a gép. Hát persze, az beviszed a izébe, beviszed a hegyódalba. Mit tehetne szerencsétlen, mondjuk ez a sűrű fa vagy erdő. Sűrű fa erdő, ez nem tesz jót itt a nagyobb gépek nem igazolásába. Ó, te fiú! Na. Oké, okay, áttúrtuk magunkat nagy nehezen. De valahogy le kéne jutnom. Megint borulékony. Hát lekiteszem a fának inkább, vagy nem tudom ilyenkor mit csinálják. Oké, jól vagyunk. Semmi gond, gyerekek! Ura vagyok a helyzetnek. Ezt így akartam, szokták ahogy mondani. Jó, ez rövelt egy kicsit. Na már, mi történik? Hol vagyunk? Aha, jó, hát arra kéne menni tovább, csak az a baj, már megint ilyen oldalborulás. Nem akartam már. Jó, mit csinálsz, Keeper? Dudász is, meg mindent kirodba vál. Meg látnék is valamit? Jó, van, semmi gond. Sem, egyébként nem is kell oda felmásznom, hanem itt, ha át tudok bújni, az jó. Mi a szar itt is egy ilyen szakadékszerű? Már gyerek játék. Próbálom mindig, ugye ha elkezd borulni, akkor annyit kell csinálni, hogy arra tekered a kormányt, meg nyomsz egy kövér gázt, és imádkozol, hogy alá tud, gyakorlatilag alá tudsz akkor menni a borulásodnál. Úgyhogy érted, mire gondolok, hogy gyakorlatilag megelőzöd saját lendületedet, ahogy borulsz. És az úgy egész jó tud lenni. Jó. És lejutottunk beszarás. És most meg fölborulok majd egy valami kicsi szarom, mi? Nem mondod? Álljunk meg egy pillanatra, Mora. Álljál meg egy kicsit, Sanyi. Ezért megoldottam, az meg ez a hülye gyerek. Azért megoldott ez a hülye gyerek, gondoljátok. Nem máma kezdtük. Mondjuk 50%-a van üdemanyagú. Aminek nem annyira örülünk, de hát valamiért. És a Chevy-vel, hogyha mazlingban át tudunk elni a mocsáron, akkor fel tudnám a harmadik upgrade-et szabadítani.
De majd borzalmasan sokat eszünk ilyenkor terepen, de hát szükség van az összkerékre. Amíg a diffit nem is kapcsol, azt a betyár már megint mi ez, hallod? Ez hogy fogok följutni? Hát itt izé kell már megint. Tuti, úgyhogy ló, meg egy ilyen diffizár is. Ebből megpróbálunk fölvánszorogni, valószínűleg sikerül is, csak nem mindegy, hogyha mennyi üzemanyag árán. Ilyenkor azért kéri az energit, ilyen 10 litert zobálja. Bezzel. Meg még szenvedtetjük is, nem haladunk, úgyhogy ez meg megint nem jó. Á, gyerekeket itt ide izé kellett volna tankbazni. Oda vincs, hogy de utállak, hogy oda vincs ez. De utállak, hogy oda vincs ez, mondom. Oda vincs el, testvérem. Miért nem haladunk egyébként? Ennyire nem szar a terep, vagy igen? Ennyire szar lenne. Sőt, olyan meredek. Te barátom! Ilyen hülye helyeken járunk. Hogy az Isten nyilába megyek én oda föl? Öcsém, már meg mi a szar? Siratófal babott bele, izé. Ehhez képest autópálya. Mi Jézus, meg a kövek benne? A legjobban. Nyomogassuk a rudat, talán ne tűnnek a kövek. Nem, pont rá a kerék, nem van talán, oké. Okay. Nem jó. Nagy kűj. Jöttünk a kűjes részre. Oh, te fiú, állja. Talán elérünk addig a... Ne, nincs elérhető, izé. Csördözés pont, de jó. Semmi? Pont nem elérhető. Akkor egy kicsit okosba kell lenni. Meg kell próbálni nem fölkapatni arra a kőre. Jó, mindjárt jobb. Ott van a kő alattunk. Jó, a gyerekek, no problémo! Mi? Bocs, hogy ilyen rohadt hosszúak ezek a snowrunner részek, de egyébként itt érdemes egy hosszabb részt csinálni szerintem. Nyomjunk egy automatát, itt csak felmegy izé wifi nélkül. Kicsit haladósak legyünk. Itt megint valahogy le kéne menni csullankodni valami vadállat módon. Na, ez meg is lesz. Ne. Na, megint az izé, hallod, ilyenkor az összefosnám magam a valóságban. Na, megvan a következő upgrade. C. Országúti. Hát, nem örülünk. Országúti váltó egy csomóhoz. Nagyon sokhoz. Mondom, hogy mik vannak meg, ugye. Hammer H2, Scout 800-hoz is, mindenhez is. Meg a Chevrolethez is. Nem tudom, az országúti gondolom nem. Az valami hosszú váltó lehet, gondolom, mennyire nem jó. Na, várjátok, akkor hova kéne eljutnunk, ugye? Igazából ugye az lenne jó, hogy minél hamarabb le tudnánk innen jutni arra. De hát ez gondolom kivitelezhetetlen. Hát, figyeljék. Mi kivitelezhetetlen, amit nem próbálok meg. Várjátok, mindjárt meglessük. Na, már fogjátok a fejeteket, mi? Mi baza? Várjál. Csak ki akarok kukkantani, hogy mégis hogy... Hogyan tervezzem meg? Most azt akartam mondani, hogy... Hát mit lehet ezen tervezni? Mi a vagy? Megoldható. Itt el lehet menni valahol. Megoldható! Ekezdni megoldható! Hát ne zöldtsél meg! Na várjál, izé, pörgessünk időt reggelig. Megoldható, semmi gond. Így tök természetesen mondja. Semmi, figyelj! No problémo, kiper megoldja. Itt szerintem le lehet kapatni okosba. Csak ez a szaros autó le lenne itt, hallod? Muszáj neked itt lenni. Jaj, ne most meg már, várja, kettes gomb. Wifi. Ez a fostos autó itt van, gyerekek. Nem örülök neki. Na menjél már odébb, öcsém. Hát most meg már nem tudok kijönni innen, ez meg igen jó lesz.
Na végre, arra se vagyok. Oké, hatosba kéne menni, és az a baj, nem tudok normálisan ráfordulni. Szerintem megoldható a helyzet, csak meg kéne ide fordulnom normálisan. De már megint ugyanaz, hülye ízai kocsi. A recovery funkciót erőlteti, ez jövőbe látva a csáv. Nézzük meg máshol nem. Az a baj, de jól neki lehetne szállni. Ott lehet lemenni tök jó gyorsan. Hát tudok én kárni ezen az autón okosba, hogyha így megcsinálnám. Várja, kettes gomb. Izé, megpróbálunk a kocsin átmenni. Így. Rettenetes be. Na, majdnem sikerült még. És nincs elérhető izé? Az jó lesz, gyerekek. Várjál! Hú, az jó, akkor most megcsináltam. De, jó. Ne! Az oszlophoz lehet, erre meg eddig nem, miért nem csináltad, testvérem? Kezdni nincs elérhető. Pedig már le is jutottam volna, nem igaz? Gondolom, gondoljátok. Ah! Csak lemegyek, ne szórakozzatok! Túl gondolom a képességeit ennek a gépnek lehet. Hát az megsikerült oldalon megint a helyzetet. Semmi gond, gyerekek, uralom a helyzetet, higgyétek el! Az órát egy kicsit meghúzom arra, és már le is jutottam. Most engedd el, mert nagyon jó lendület az ország. Gyerekek, a hanyatló nyugat a szakadék szélén, de mi egy lépéssel előtte járunk. Megúrott a képer, nem kicsit durván. Na, egyébként ennyi erővel itt lejöttem volna körbe, tudom, tudom, de mert miért? Nem szabad mindent olyan könnyen kezelni. Egy, figyelj, végigmegyünk, addig csak kitart az üzemanyag. Figyeljetek, no probléma, semmi gond, minden oké, okay, kezeli helyzet keeper, egyébként legközelebb szerintem üzemanyagot kéne hozni valamit. Trailert nem érdemes szerintem rángatni offroadba, mármint ilyen felszabadításos dologra. Viszont ilyen platót hordozható valami, nem túl magasabb. Az a baj, ezek a magas felépítmények szerintem borzalmasabb borulékanyag tele üzemanyaggal. Jó, gyerek, az összkereket is kikapcsolom. Porulunk az üzemanyaggal. Jaj, mi ez, mocsár, ne! Na, próbáljuk meg. Nem akarok mocsár, nem akarok mocsár. Várja, ott. És te hülye, belementél mocsárba? Jaj, gyerekek! Volt út is. De nem volt út. Hát annyi volt út, hogy itt a mocsárba vedett a út. Tehát mondjuk, hogyha elmegyek arra, akkor onnan fordul tovább. Mindjárt nézzük. Mert itt is ugyanolyan mocsara szerintem. Próbáljunk meg a fák környéken maradni, nem? Ugye itt már elfordulunk, az a lényeg. Hát itt is süppelős, de annyira nem. Azért belevágtattam a izébe. Belevágtattam a Dunadelta torkolatba. Mi a lekotkodálunk még már, nem? Kettes gomb, diffizár. Most már így csak nem élsz. Hát egyszerűen nem. Egyszerűen annyira... annyira be tud állni, hogy az őrület ezekbe a sarokba.
És ez mindig azt írja, hogy recovereljek, nem fogok recoverelni, testvérem, hát mi jól érezzük magunkat ebbe a sárba. Viszont ez baromi jó, mindenképpen ajánlom mindenkinek, gondolom mindenki csinálja, aki nyomja ezt a játékot, hogy feltétlenül ragd rá gyors billentyűkre a váltónak a fokozatait, és akkor nem kell ide, nem kell úszkodnod azt a shift-tel meg egérrel, shift-tel lenyomat adva egérrel azt a... Azt a öcsém, hát ez pattogunk itt mind a nyúlszor a deszkára csém, vagy kecskeszor a deszkára, melyik jelzik jobban. 44 literünkben percenként teszünk 10-et, ez így nem a legbarátabb egyébként. Ajjaj! Hát nagyon bele van nyokizéve egyébként abban, hogy ide el akarok jutni, de figyeld meg, hogy nem fogok tudni. Viszont ez a csörlő, ez nem jól működik. Az autó csörlődés az esetleg akkor jó, hogyha nagyon nem tudsz gyorsan nyomni valamit, meg ha tényleg máspa nincs az útba, csak az, amit 38 liter gyerekek, jaj, és nagyon egyre rohadszal a terep. Megint automatora váltottam, hogy többet bírjunk, sőt összkereket kikapcsoltam, ilyen terepen is más, forró. És most mi? Hol? Hol van itt az út, gyerekek? Hol van az út? Összkerék vissza, 35 liter, figyeld meg, hogy az utolsó pillanatban fog átfogni. Menj ma, menj ma. És mehetünk tovább arra. Jaj, ott van a, jó, talán már meg lesz. 33 liter, hát itt föl ne boruljunk meg semmi. Egyébként ezeket érdemes először megcsinálni, ugye? Ezt írtátok meg, tök igaz, mert ugye akkor sokkal jobbak a járműben. Na, figyelj, 30 liter maradt. Egyébként ez a gépe, mi mentünk keresztül, a csém? Miért oda durvább? Na, valami jó legyen ennyi küzdelevért. Emelés, ez nagyon kell, ez jó. Bazza, nem néztem meg a izét listát. Na, ez most nagyon izé, nagyon... Recover, oké, okay. Viszont megyünk Miami még, mert itt van nem messze, ott. Itt vagyunk, és át kéne kelni. Ezen a folyón. Már ilyen valamit találjunk már ki. Egyébként ide kimegyek, szerintem minden simán meg lesz. Nincs messze. Mondjuk úgy, hogy nincs messze. Megpróbálunk kijutni. Ilyenkor azért jó a vincs elő, autó vincs. De ilyenkor nagyon nem jó, hogy a másik irányba vincsel. Túloldalra jó lenne vincselni. Nem oda. Na most már jó. Oké, gyerekek. Azt meg megpróbáljuk elérni. Próbáljuk meg szárazon közlekedni. Átapám. Hogy tudok itt kijutni? Ott talán. Látom a alját. Ez lehet, hogy saros lesz, mi? Hát mindegy, meg kell próbálom. A diffizárat, hogyha mondjuk megvenném rá, akkor már nem lenne ilyen nagy problém. Nem oda vincsesz, hanem szembe próbáljuk meg. Sőt, nem is kell vincselni szerintem. Jó, mehetünk. Csapjuk neki, 31 liter. Nézzük, hogy milyen, hol tudunk kibújni, hol tudunk átbújni. Békák retyegnek, itt át kellene ellen várni kell előtte. És megpróbálok nem a sárba. Nagyon jó. Ajá, itt valami keményebb területen megállunk. Hát ez nem az. Talán itt. Ez se az. Jó, mindegy. Meg kell néznem, hogy mi van itt. Á, ja, itt ilyen jó nagy mocsár van, Dick. Nem is ilyennek mutatja, olyannak mutatja, mint a kevény földön, azt lószar. Hanem itt ilyen izé van, gyerekek. Ilyen mocsár. És ott van benne, látod? Jó bedőlt fák, milliónyi. Az biztos nagyon fog használni, nekem nézd már meg. Á,
Á, gyerekek, megpróbáljuk, de abban arra viszont lehet vincselni. Most egy ilyen, próbáltam egy ilyen nagy gázasat. Hát ezt már csak elérjük. És erre felrakom egyébként most ugye a diffizárat, akkor azért az adni fogja. Na nézzük, mi az, amit kaptunk. Upgrade. Hú, megint egy emelés, de most nézzük már meg a izét. Megint nem nézte meg a track listet. Jó, nem baj. Annyit akartam megnézni, akkor igazából minden egy ilyet összeszedtük. Egy darab watchtower van, azt már onnan jobban el lehet érni. Jó, szerintem tök jó voltunk. Vissza kellene ezt is ugratnom, és akkor meg kellene néznem, hogy esetleg valamelyik olyan rak kaptunk-e, amelyiket amelyiket használjuk. Hát erre mindenképp kaptunk. Már is nézzük mindent, nehogy véletlen elmaradjon. Ugye ez, hát ez megvan a legjobb. Írtátok, eladhatom azokat, de egyelőre nem nagyon kell lóvé, de ez ugye hát ez az üzemanyag fogyasztásunkat javítaná. Ugye az emelt, az jó nekünk. Itt meg lehet, hogy unlockoltunk, ugye? Offroad gumit unlockoltunk. Azért, mert nem tudom hányas izén kellett elérni. Lehet, hogy négyesen eljártuk. Azt a betyár! A mostani nál sokkal jobb lenne egy ilyen. Hallod, ilyen fenyőmintas nagy dög gumi. Oda néz, ilyen nagy, hallod? Ah! Ezt már veszi is nagyon kívül. 4200-ba kerül, nem számít. Madosot még nem tudok, Chainlight-et nem tudok. Vincs az van valami jó? Nincsen semmi érdekes. Viszont a Diflokot azt megkaptuk, ugye? Ez mi ez, hogy izé? Ez milyen Diflok van? Ezt nem értem, hogy hogy van. Ezt mindjárt majd megnézem. Ja, meg ez kellene, ugye? Ez a magas, mert ez a szívunk sokat. És frame addons meghagyjuk. Kiviszem, megnézem most ez a diflokot, nem értem maga. Nincsen. Akkor összekevertem, de viszont ez a gumi, ez kemény. Jó, akkor vissza kéne ugratnom a garázsba. Igaz, tudom megkerülni, mit van, de nem. Ja, vele sikerült belekevernád, nem? Akkor az unlocker az a nem zárt, ugye? És a desz kell nekem, ugye? Ja, próbálj. Csak lowgear-be tudom használni, ugyanúgy. Minden diffizárra csak lowgear-be tudsz használni egyébként. Jó. Jó, ezt szerintem viszont azt gondolom aszfalton még jobban csúszik ez a nagy valacskos kerék. Hát ez nagyon, az biztos. Tudani, jobban. Elcsúszkálni ám becsém, a sárba. Viszont ez, nézzük már meg, itt belevegyünk ide a mudba. Ló. Nifizar. Itt szerintem egyébként nem sok helyre fogok beásorni így. Legnagyobb motor. Van Nifizar összkerék, meg van ilyen direkt ilyen jó offroad kerék. Alakul azért. Jó, hát ezek szerintem gond nem lesz. Ez már a felderítő járminek tök frankó. Szereti a Keeper, nagyon szereti. Oké, srácok, akkor szerintem ennyi volt. Hát én nem tudom, érdemes, azt mindenképp érdemes felszabadítani azt az utolsót. Megint egy ilyen rush-szerűvel, most, fú, csak az a baj, hogy nagyon messze van. Nehogy az legyen, hogy kifogy az üzemanyag, de hát csak nem fogy ki. Jó, oké, egy rush-szerűvel végigcsináljuk ezt a pályát is, és akkor én azt mondom, lehet, hogy, mondjuk írjátok meg, hogy szerintetek, de lehet, hogy az kellene, hogy ezt a kettőt is így összeszedni rajta dolgokat. Egyébként csinálhatnám azt is, hogy ugye egy speciális jármű, várjál, mindjárt meg is mutatom, hogy mire gondoltam. Mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. Hogy ennek, ugye, rámennék,
És mondjuk az offroad gearboxát meg tudom nézni, hogy hol található. Ugye Michiganbe van ennek az offroad gearboxának a... tudod milyen a fejlesztése. Meg lehet nézni, hogy Alaszkában van ugye az emelése. A gumi az azt hiszem idehez kötött, az oké, ez van. Igen, és akkor igazából Alaszkából össze lehetne kapni ennek a fejlesztését. Nem tudom, hogy az érdemes. Na, írjátok meg nyugodtan, hogy hogy gondoljátok, egész jól haladunk, volt ma egy-két. Egyébként mi az a Husky, mindenhol van a Husky van írva? Ez valami készítő neve lehet, vagy nem tudom. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsomi csőtésztok!